Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Mai meghívott vendégem Pálffy Miklós lelkipásztor, az Északerdi Egyházterület Szombatiskolai Ügyosztály igazgatója, akivel ezelőtt egy hete elkezdtünk egy olyan beszélgetést, amiben az adventista úttörők életét próbáljuk megismerni. A mai beszélgetésben egy következő személynek az életével szeretnénk foglalkozni, aki igen-igen jelentős a hetednapot ünneplő adventista egyház életében, ez nem más, mint Ellen Good White. Az ő személyével kapcsolatosan két adásban is szeretnénk beszélgetni. A mai alkalommal kerül sorra az első része ennek a beszélgetésnek, amikor az életét tekintjük át, az ő szolgálatát és az ő elhívását. Viszont a következő alkalommal profétai minőségéről fogunk beszélgetni, és hogy mit jelent ez a hetednapot ünneplő adventista egyház életében. Kérem, tartsanak velünk a mai alkalommal, amikor Ellen Good White életéről fogunk beszélni, aki a hetednapot ünneplő adventista egyház indulásakor nagyon sokat tett, a Jóisten elhívta őt is arra, hogy az alapokat lefektesse, és megszülessen ez a hitközösség. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és örülök, hogy beszélhetünk erről a témakörről. A Szentírás számunkra elsődleges, és annál fontosabb és értékesebb csak maga az Isten személye a mi életünkben. Így ismerjük egymást, téged, és az advent közösségben hiszem, hogy és a kereszténység életében mindenki számára ez egy valóság. Viszont Ellen Good White-nak a személye nagyon értékes a mi számunkra az adventista közösségen belül. Mit jelent neked Ellen White, amikor arról kell beszéljél, és most megkérdezlek, hogy mi jut eszedbe róla, milyen érzések és milyen információ
lenne az, amit megosztanál a kedves televíziónézőkkel? Hát azt mondhatnám, hogy Ellen White számomra, és lehet, hogy az adventista egyház számára is olyan, mint egy édesanyja. Mint egy édesanyja Izraelben, akin keresztül ugye Isten megszólíthatta az ő gyermekeit egy olyan időben, amikor még nem is létezett adventizmus, egy olyan időben, amikor Istennek gyermekei, mint egy szétszórt nyáj, az Egyesült Államok keleti partjain, azokban a városokban New York és államok, aztán északra egészen a mély kis államocskáig szétszólottan éltek a nagy csalódás után. És Isten kiválasztotta őt, mint egy proféciának a teljesedését, egy bibliai proféciának a teljesedését, és ő rajta keresztül megszólította az Isten népét, aki a végidőben él. Neked milyen jelentősége van Ellen White-nak a te személyes életedben? Egy kedvenc idézetem jut eszembe, több kedvenc idézet van a profitaság lelkének írásaiból, mi így nevezzük Ellen White írásait. Például a Nagy Küzdelem című könyv, a Szentírás Védőbástya című fejezetben azt mondja, hogy minden ember legfontosabb kötelessége megtudni a Szentírásból, hogy mi az igazság. És ott olyan kifejezéseket használ, hogy nem támaszkodhat arra, amit a lelkész mond neki. Vagy nem támaszkodhat arra, amit a szüleitől tanul. A hitet nem lehet örökölni, hanem a hitet azt, az Isten ajándéka, azt meg kell tapasztalni, meg kell élni. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy az igazság ismerete, az igazságra való felépítése a hitnek, az a Biblián kell, hogy Bibliára kell, hogy épüljön, és nem egyebekre. Egy másik nagyon szép gondolat a Jézus élete című könyvből, azt mondja ott egy nagyon rövid, de végtelenül mély és tömör kijelentés. Azt mondja ott az első fejezetekben valahol, hogy Istent megismerni annyi, mint megszeretni őt. Én rengeteg áldásban részesültem, amiatt, hogy kapcsolatba kerültem még kamaszkoromban a profitaság lelkének könyveivel. Ugye rengeteg vita van a körül, hogy most kinek hiszünk, a White testvérnőnek, vagy a Bibliának, stb. De ezek olyan értelmetlen beszélgetések, amikor szembeállítja valaki a Bibliában való kinyilatkoztatást, a profitaság lelkében való kinyilatkoztatással. Igazából ugyanaz a profitanő azt mondja, hogy a profitaság ajándékára az ő személyében természetesen és az ő írásaiban nem is lett volna szükség, ha Isten gyermekei nem távolodnak el a Bibliától. Az ő írásait úgy nevezi, mint egy kisebb világosság, amely a nagyobb világosság felé, a Biblia felé irányítja az emberek figyelmét. És mondanék egy példát, hogy hogyan is tapasztaltam meg ezt én, hogy a profitaság lelkének a könyve írásai, azok egy kisebb világosság, amely nagyobb világosság felé vezetik az embert. Ott van például az evangéliumokban, amikor le van jegyezve az, amikor Jézus Krisztus letartóztatják a Gecsemáni kertjében. És Jézus Krisztus megkérdezi azt a templomi szolgák és egyéb emberekből alkotott kis csapatot, akik berontottak a Gecsemáni kertjébe, hogy letartóztassák, megkérdezi őket, hogy kit kerestek. És ők válaszolnak, hogy a názareti Jézust. Ha emlékszel, egy nagyon furcsa dolog történik abban a pillanatban, hogy mindenki leesik a földre, mikor Jézus azt válaszolja, hogy én vagyok. És ez, ha nem, az emlékezetem nem csak 2:10-ben történik meg. Kit kerestek? A názareti Jézust. Én vagyok. És mindig, mikor Jézus válaszol, a földre esnek. És én, hát gyerekkoromban találkoztam előbb ezzel a dologgal, aztán később gondolkodtam rajta, hogy mitől esnek ezek a földre. Teljesen szokatlan dolog. Majd később a Jézus élete című könyvben olvasom, hogy egy angyal jelent meg. És ennek az volt a szándéka, tehát az angyal dicsőségétől a földre estek, de miért tette ezt az Isten? Mert nagyon kegyes. És azt szerette volna, hogy még egy bizonyítékot nyújtson számukra, azoknak a gonosz embereknek a számára, akik eljöttek, hogy letartóztassák az Isten fiát, hogy mielőtt ezt a gonoszságot művelik, legalább
még egy lehetőségük legyen arra, hogy gondolják meg magukat. És ezért esnek a földre. És ilyen módon milyen csodálatos az, hogy a profitaság lelke nem mond ellent a Bibliának, hanem nagyszerűen kiegészíti azt. Köszönöm ezeket az élményeket, tapasztalatokat. Mielőtt elkezdenénk akkor a beszélgetés lényegét kifejteni, hallgassunk meg egy énekszámot. Meg is hívom a kedves televízió nézőket, hogy együtt hallgassuk meg ezt az énekszámot, és tartsanak velünk azt követően is, mert Ellen Goodwhite életével fogunk foglalkozni. Köszönöm Önöknek, hogy a továbbiakban is velünk tartanak. Pálffy Miklós lelkipásztor a vendégem, akivel egy újabb úttörőnek az életét fogjuk megvizsgálni a hetednapi adventista egyház életéből,
Ellen Goodwhite életét. Ahogy elmondtam az adás időkezdetén, a mai alkalommal a beszélgetésnek első felére kerül sor, amikor az ő életét tekintjük át, és pontosan egy hét múlva profétai minőségével, hivatásával fogunk foglalkozni, de természetesen utalni is fogunk a mai beszélgetésben ezekre a gondolatokra. Köszöntelek újból a stúdióban. És akkor lássuk meg, hogy Ellen White mikor is született, milyen időkben élt, milyen családi körülmények között került az ő élete előtérbe. Ellen Harmon, hogyha a leánykori nevén nevezzük, egy metodista család sarjaként jött a világra, együtt ikertestvérével, Elizabeth-tel. 1827. november 26-án. Egy Gorham nevezetű kis falucskában az észak-amerikai kontinens, vagy az akkori Egyesült Államok területén, Maine állam, ez az Egyesült Államok északkeleti csücskében, Kanadával határos földterületen van ez az állam, Gorham kis falucskában. A szülei rendkívül buzgó, nagyon aktív, gyülekezetbe járó emberek voltak. Édesanyja Eunice, édesapja Robert kalapos mester volt. És ebből a szakmából, ebből a munkával így tartotta fent a 8 gyermekes családját. Érdekes most, hogyha egy kicsit így a White Helen vagy Ellen Harmon családjáról beszélünk, hogy a 8 gyermek közül csupán csak 3 lettek adventisták. Ellen White, az egyik nővere és az egyik húga. Lehet, én kíváncsi voltam, hogy mi történt ikertestvérével. Egész ikertestvére elidegenedett a gyülekezeti élettől. A metodista élet hitközösségéről beszélünk. Igen. A kereszténységtől nem lett ateista, nincs ilyen feljegyzés, de elhidegült, elidegenedett a hívő életmódtól. Viszont Ellen White egész életében kereste a jelenlétét. Alkalomattán megdöbbenve jegyezte meg, hogy a nővére családjából teljesen eltűnt az imádkozás. Levelet írt neki. Rendkívüli aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez így történik az ő életében. Nagyon szerette volna, hogyha az ő húga vagy nővére üdvözülni fog, és akkor, amikor Elizabethnek, White Helen ikertestvérének meghalt a néhány éves kislánya Éva, White testvérnő egy levelet intézett hozzá. Ebből a levélből szeretnék idézni ide egy gondolatot, már csak azért, hogy szemléltessem, hogy milyen mélyen szerette testvérét. Azt mondja itt ebben a levélben, amely megtalálható a Szemelvények második kötetének 241. oldalán a magyar fordításban. Azt mondja, amikor a kicsin gyermekek előjönnek a halhatatlanságra porágyukból, azonnal anyjuk karjaiba repülnek. Újból találkoznak, és soha többé nem kell elválniuk. Jézus kis homlokukra helyezi az arany fénykört, a koronát. Isten adja meg, hogy Éva kedves édesanyja is ott legyen, hogy a kislány az édesanyja boldog keblére hajtassa szárnyait. Nem is lehetne ennél szebben megszólalni, hogy mennyire szerette volna ez az áldott asszony, hogy az ő nővére üdvözüljön. De aztán nem tudunk semmit. Nincsen semmilyen információ arról, hogy Elizabeth valamikor is Istenhez tért volna. Milyen volt az életfelfogása az akkori kereszténységnek, a családjukban hogyan gondolkoztak a jó Istenről, a jövővel kapcsolatosan mit gondoltak? Mély vallásos meggyőződésű emberek voltak, mint ahogy akkoriban általában az aktív protestánsok Amerikában bibliaolvasó, biblia szerető emberek voltak, de a hagyományos protestantizmus hithelveit vallották, és ez olyan mély nyomot hagyott a kis Ellen Harmon gondolkodásában, lelki világában, hogy amikor például 14 évesen megkeresztelkedik, majd később 1842-ben,
akkor lejegyzi aztán, hogy milyen erős megrázkódtatásokon keresztül ment ez a 14 éves kislány. Ide olvasnék például az Életünk és Munkánk című könyvből. Azt mondja, mikor visszaemlékszik erre az időre, keresztsége idejére, azt mondja, mikor arra gondoltam, hogy aki az univerzumot megalkotta, a pokolba hajtja a bűnösöket, hogy abban szüntelen, a vég nélküli örökkivalóság alatt égjenek, az én szívem félelemmel telt meg, és kétségbeesés fogott el azon tűnődvén, hogy vajon egy ilyen iszonyú zsarnoknak eszébe juthat-e valaha, hogy kiszabadítson engem a bűnátkából. Tehát ez a 14 éves kislány nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat. Talán feltetted a kérdést, hogy mi történt az ikertestvérével, és miért távolodott el a Jóistentől. Lehet, hogy ugyanaz a neveltetés, ugyanaz az életfilozófia. Egyikben azt hozta elő, hogy keresse a Jóistent, és megértse, a másikban pedig gyűlöletet és elszakadásra késztette. Ez nagyon sokszor megtörténik napjainkban is, amikor helytelen módon próbálunk, vagy helytelen módon értjük meg azt, amit a Jóisten kijelent az ő igében, és ez a helytelen mód általában a rossz magyarázat miatt történik. Nem feltétlenül szülői neveltetésből adódóan, mert látjuk, hogy egy azonos családban történnek különböző féleképpen a dolgok, hanem egyszerűen, amikor helytelenül értelmezünk jelentéseket, akkor lehet, hogy helytelen képet alakítunk ki a Jóistenről. Ellen White életében hogy sikerült mégis, hogy látod, megtalálni azt az utat, ami bizalommal teljes Isten iránt, és ami oda vezette, hogy keresse inkább az Istent, és ne forduljon el tőle. Édesanyja sok időt töltött vele, és a maga módján próbálta valahogy bátorítani az ő kislányát, aki nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat. Olyan messze jutott a fiatal Helén ezekben a gyötrődő tapasztalatokban, hogy azt mondja, hogy irigyelni kezdte a szótlan állatok sorsát, mert nekik nem kell örökké szenvedni. Meghalnak és megpihennek, és ennyi. Tehát ilyen messze jutott el. Amíg aztán egy millerita prédikátor, Lévi Stockmann meglátogatta őket. Amikor Lévi Stockmann meghallotta, hogy miről beszél ez a 14 éves kislány, nagyon-nagyon sok jó indulattal a fejét a 14 éves lány fejére helyezte, megsimogatta, és azt mondta, Helén, téged a Jóisten egy nagyon nagy munkára hív el. Szokatlan egy ilyen gyerek számára, hogy ilyen mélyen vegye, és ilyen komolyan vegye ezeket a dolgokat. És aztán elkezdett beszélni egy szerető megváltó jóságáról, gyóindulatáról. És az volt az az alkalom, amikor a 14 éves kislány szívén megolvadta ég, és átadta az életét egy ilyen szerető Jóistennek. Milyen volt az ifjúkora, a gyerekkora Ellen Good White-nak, hogyan élte meg a mindennapokat, illetve az életében bekövetkezett egy olyan pillanat, ami megnehezítette a mindennapjait, hogyan tudta ezt feldolgozni? Igen. Amúgy egy nagyon jókedélyű, kitárulkozó, vidám természetű lány volt, egészen addig, ameddig 9 éves korában egy balesetet szenvedett. Iskolából hazafele egy nálánál valamennyivel nagyobb lány kötekedett vele. Ő nem akart visszavágni, hanem megpróbált elszaladni. Miközben szaladt, hátra tekintett, és abban a percben egy kő eltalálta az orcáját. Egy olyan helyen, ahol az óra tövébe, ahol aminek következtében elvesztett az eszméletét, és erős orrvérzése lett, olyan negatív befolyása volt rá, hogy utána képtelen volt többi iskolába járni. Többször próbálta, de akár hányszor írószert vett a kezébe, hogy írjon, annyira remegett a keze, hogy nem volt képes rá, és ezért egyetlen egy osztályt sikerült befejeznie. Abban az időben 3 kötelező elemi oktatás, 3 osztály volt Amerikában, és az egyiket sikerült befejezni, a többit nem volt képes, soha később nem fejezte be.
Ez a baleset eltorzította orcáját, amely következtében ugye magába zárkózott. Nem találta kedvesnek az ábrázatát, és ezért így magába zárkózott, visszafogott lett, bátortalanná vált, elzárkozott a külvilágtól, rengeteget szenvedett, könnyen eszméletét vesztette, úgyhogy egy nehéz periódus következett az életébe, amelyből aztán lassacskán felépült, de soha nem volt képes iskolát végeznie. Hogy alakult az életében az a döntés, hogy csatlakozzon a metodista egyházhoz, és fogadja el azt a hitet, amit a szülői tanítás nyomán megismert? Nagyon komolyan vette a hitet, amint említettem, hogy még hogyha ilyen kegyetlen Istent is ismert meg ugye az ő hitében, akkor is ehhez is ragaszkodni akart. És aztán később 1842 táján Miller Vilmos a környékükre látogat, és kapcsolatba kerülnek a Millerita mozgalommal, ugye, akik hirdették azt, hogy 1844. október 22-én Jézus Krisztus második eljövetele megtörténik. Ők elfogadták ezt az üzenetet együtt a családjukkal. Ennek következtében 1843-ban a metodista egyház kizárta őket a közösségből. Nem csak őket, hanem sokat mást, akik ennyire... Szélsőségesen gondolkodtak akkor? Ez szélsőségesnek volt minősítve egy ilyen gondolkodásmód. Mi az, hogy Jézus Krisztus napját, második eljövetének napját kitűzi valaki, és akkor azt tudja. És akkor kizárták őket, sajnos nem csak őket, hanem kialakult egy ilyen millerita ellenes hangulat az észak-amerikai államokban, és akkor kizárták azokat, akik eltökélték magukat a millerita mozgalom mellett. Na, de nem vesztették el hitüket. Felkészültek Jézus Krisztus második eljövetelének a fogadására, és ugye megtörtént a nagy csalódás. Na most a nagy csalódás bármennyire keserű élmény volt. Egy kicsit írjuk körbe azt mindenki számára, hogy mit jelentett a nagy csalódás, mire gondolnak az adventisták, amikor a nagy csalódásra utalnak. A nagy csalódás arra az eseményre utal, amikor 1840. október 22-én nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus nem jött el, ahogyan azt a milleriták várták, és ezt nevezzük nagy csalódásnak, vagy kiábrándulásnak, amikor ugye elhagyván mindenféle világi foglalatosságot a farmerek vagy a földművesek nem szüretelték be a termést, akiknek üzletjük volt, bezárták az üzletjeiket, tehát teljesen felkészültek arra, hogy most Jézus Krisztus eljön. És mikor ez nem történt meg, ez egy rendkívül szomorú és kiábrándító tapasztalat volt a milleriták számára. Kb. 150 ezer millerita várta Jézus Krisztus eljövetelét akkor. És ezt nevezzük nagy csalódásnak, hogy csalódtak abban, hogy amit hittek, az nem következett be. Na most White Helen, vagy akkor még Ellen Harmon, és átment ezen a rendkívül keserű tapasztalaton, de mindennek ellenére későbbi megemlékezései vagy visszaemlékezései alapján azt mondja 1844-ről, hogy az volt élete legboldogabb éve. Legboldogabb éve. 1844. Mielőtt belemennénk elhívásába, egy néhány szóban említsük meg az ő családi életét, a férjéről, egy néhány szót, gyermekeiről, hogy mennyire tudott foglalkozni az ő családjával, mindennek ellenére, hogy egy ilyen komoly elhívásban, szolgálatban vett részt a Jóisten részéről. White Helen ugye ember volt. És noha ugye profétai hivatást töltött be, mindemellett része volt olyan dolgokban, amelyekben mindannyiunknak részünk van. Családot alapított, férjhez ment, gyermekei születtek. A négy fiú közül kettőt eltemetett, ugye. Aztán 35 évnyi boldog házasság után özvegyen maradt. A következő 35 év erejéig özvegyen élte le életét.
rengeteg megpróbáltatással kellett szembenéznie, rengeteg kihívással, három kontinensen tevékenykedett, és rengeteget írt, rengeteget olvasott. Na most, ami a családi életét illeti, 1845-ben, ugye, bocsánat, 1844 decemberében ugye kapja az első látomását. Ennek következtében Istentől megbízatást, az isteni megbízatásnak eleget próbál tenni, úgyhogy amit Isten reábízott, azt hirdeti, amerre a Jóisten lelke vezeti őt. A Millerita mozgalomból fennmaradt advent hangulatú kis közösségekben. Na most az utazásai folyamán megismerkedik egy tanítóval, aki nálánál 5 évvel idősebb, James White. Arra nézve, hogy abban a társadalomban a nők eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltak, nemigen fogadták el szívesen azt, hogy egy nő prédikáljon, vagy egy nő egyedül utazzon például. Miután megismerte ezt a fiatalembert, aki ő is Millerita prédikátor és tanítóként dolgozott, megkedvelték egymást, és szükségét, vagy áldásosnak látták volna azt, hogy összeházasodjanak, arra nézve is, hogy Aitri ne utazzon egyedül, legyen valaki, aki pártfogója őt, aki támogassa őt ebben a fontos tevékenységben. És aztán így 1847-ben összeházasodnak. White testvérnő 19 éves, James White pedig 24. És így kezdődik el egy 35 évig tartó boldog házasság. Amikor ugye egy olyan házasság, amelyikben ha belenézünk a levelekbe, amelyeket Whiteley küld a férjének, megtaláljuk benne a szeretetnek nagyon szép vonásait, ugyanakkor azt is megtaláljuk, hogy egymásnak meg tudnak bocsájtani, meg tudnak alázkodni egymás előtt, kitárják szívüket egymás iránt, együtt szenvednek, együtt dolgoznak. Tehát egy boldog házasság. Ami a gyerekeket illeti, az első gyerekük Henry, 16 évesen tüdőgyulladásban meghal. Második gyermekük, ugye Edson, aki 40 éves koráig eléggé hadilábon van az Isten dolgaival, és 40 éves koratájában tér meg, és utána egy erőteljes misszionáriussá válik, a négerek között tevékenykedik a Mississippi folyó mentén való településeken. Harmadik gyerekük Willie White, aki aztán egy erőteljes adminisztrátor az egyházban, prédikátor, az édesanyját rendkívül támogatja, főleg amiután aztán özvegyasszony lesz, és a negyedik gyermekük csupán csak 3 hónapot élt, John Herbert. Az életük egyik legfájdalmasabb tapasztalata volt az, amikor 3 hónapos gyermeküket kellett a sírba helyezni. Egy olyan személyt mutattál be, aki nem volt semmilyen nehéz körülmények alól felmentve, átment különböző tapasztalatokon, és a Jóisten megengedett az ő életében szegénységet, nehézséget, betegséget, gyászt. Egy ilyen személyt hívott el az Úr, és általa arra bátorít bennünket, hogy a mi életünk sem biztos, hogy különb lesz, viszont az ő élete attól vált boldoggá és eredményessé, hogy a Jóisten mellett döntött, és a Jóistent választotta. Mennyiben volt az ő esetében az Isten elfogadása egyenértékű a hivatásának elfogadásával? Beszéljünk egy néhány szót arról, hogy hogyan hívta el a Jóisten őt a szolgálatra, és mit jelentett számára annak elfogadása. Nos, nem ő volt az első, aki profétai szolgálatra kapott elhívást. Nem csak abban az értelemben nem ő volt az első, hogy a kortársai között nem ő volt az első, hanem természetesen a Bibliában vannak proféták. Nagyon sok szempontból a módja, ahogyan Isten elhívja ezt a 17 éves lányt, mert 17 éves volt 1844. decemberében, amikor az első látomást kapja, nagyon sok mindenben hasonló a tapasztalata Ellen Harmonnak bibliai
próféták elhívásának a tapasztalatához. Például, hogyha Jeremiásra emlékszünk, akkor ugye itt a Jeremiás proféta könyvének első fejezetében olvasunk róla, hogy a 4., 5., 6. versekben szól, pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, profétának rendeltelek a népek közé. És erre a rendkívül fiatal, azt mondja, hogy 18-20 éves, vagy még lehet annál is fiatalabb Jeremiás, félelemmel telve ezt válaszolja, és mondik, ah, Uram Isten, ímé én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. A felelősség súlya leigázza a profétát. A tapasztalatlanság és egyéb nehézségek maga előtt látja a felelősséget, és egyszerűen megtorpan, megijed. Nem meri vállalni. Nincs bátorsága hozzá. Hasonlóképpen történt a 17 éves Ellen Harmonnal, most ide olvasnék egy gondolatot az ő naplójából, miután ugye látta, amit az Úr megmutatott neki, lehet arról is egy pár szót majd szólunk, hogy miről szólt az első látomása, azt mondja, hogy több napon át imádkoztam az Úrhoz egész késő éjszakáig, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, és adja másnak, aki alkalmasabb annak hordozására. Na most a valóság az, hogy voltak mások, akik az emberi gondolkodás vagy emberi számítgatások alapján természetesen alkalmasabbak voltak arra, hogy profétikus szerepet töltsenek be, mint egy osztályt végzett, beteges, képzetlen, tudatlan, iskolázatlan 17 éves lány, akiről azt mondták az orvosok, hogy legfeljebb 2 hónapot élhet még. És érdekes, hogy miután Ellen Harmon elmondja az első látomását, azon az összejövetelen ott van valaki, akit úgy hívnak, hogy Hazen Foss, aki mikor hallja azt, amit ez a 17 éves lány látott, felismeri azt, amit Isten őnek is annak az évnek az elején mutatott meg, de ez a Hazen Foss visszautasította azt, hogy a Jóisten követe legyen. És amikor hallotta a beszámolót, felállt, odament a fiatal 17 éves lány, és azt mondta, hogy ne cselekedd, amit én cselekedtem. Én ugyanazt láttam, felismertem, amikor elmondtad, de én visszautasítottam ezt a kegyelmet, és most el vagyok veszve, örökre el vagyok veszve. Érdekes, hogy ez a Hazen Foss még körülbelül 40 évet élt, de teljesen elvesztette az érdeklődését bármilyen bibliai vagy lelki dolog iránt. És ez egy bátorító tapasztalat, ugyanakkor drámai tapasztalat volt a fiatal lány számára, és aztán később leírja, hogy nem mertem Isten ellen szegülni. Mit jelentett az ő szolgálata az akkor még nem hivatalos hetednapi adventista egyházban, de akkor induló adventista közösségben, ami aztán a későbbiekben meg is alakult hivatalos formában? Hogyan használta fel a Jóisten az ő személyét, az ő szolgálatát? Egy kiemelkedő munkássága volt ennek az asszonynak, akinek a társadalom lehet esélyt nem adott, ő maga sem adhatott magának esélyt. Mégis Isten kiválasztja, és most az ő tollából idézek, a leggyengébbek közül a leggyengébbet. Nos, gondoljunk bele, hogy ez a törékeny asszony, aki az élete folyamán rengetegszer szenvedett, többször halálveszélyben volt, 3 kontinens látogatott meg, férjét elvesztette, 2 gyermekét a sírba helyezte, körülbelül 100 000 oldalnyi kézirat származik tőle. Körülbelül 40 könyvet publikáltak az ő élete idején, azóta aztán még többet. 2000 látomása volt 70 éves tevékenysége folyamán. Rengeteget köszönhetünk neki, adventisták, nem neki, az embernek, hanem a Jóistennek, viszont ő engedelmeskedett ennek az isteni elhívásnak.
Isten vezette az ő népét, ahogyan Mózesen keresztül vezette a zsidó népet, ahogyan Jeremiáson keresztül próbálta Isten az ő népét megmenteni, és ahogyan más profitákat idehozhatunk, hasonlóképpen történt Ellen White élete alatt is. Isten világosságot nyújtott, útbaigazítást adott az ő népének, és tudnék egy néhány példát mondani. Például 1848 táján már házas pár, ugye James és Ellen White, elfogadják a szombat igazságát. Joseph Bates kis könyveske, brosúrája kerül a kezükben a szombatról. Elolvassák és meggyőződnek, hogy a szombat az a hetedik napi ünnepnap, amit a tíz parancsolatban hagyott a Jóisten, és elkezdenek szombatot ünnepelni, de Isten semmit nem nyilatkoztatott neki ki látomásban a szombat ünneplésről, hanem eltelik körülbelül még egy év, amikor White testvérnő látomást kap, látja a mennyei szentélyt, a mennyei szentélyben az Isten törvényét, és a negyedik parancsolat egy különös fényben ragyog. Isten egyszerűen megerősíti azt, hogy amit ők már a Bibliából felfedeztek, az valójában úgy van, az Istennek az akarata. Számtalan, sokszor előfordult ilyesmi. Számtalan ilyen eset van feljegyezve, aminek a végén egy olyan hitelvi kérdés fogalmazódott meg, amit az adventista egyház felismert és bejegyzett, és a Jóisten ő általa erősítette meg, igen, hogy ezen a vonalon kell haladni, ezt a felismerést kell követni. Az adásidőnk végéhez közeledünk, és tudom, hogy egy néhány idézetet előkészítettél. Van egy 5 percnyi időnk ezekre. Kérlek szépen, amelyeket a legfontosabbnak találod, értékeled, olvassuk fel, hiszen Ellen White-ról még fogunk beszélni a következő adásban is. Egy ízelőtőt szeretnék adni az első látomásból, amit 1844. decemberében kapott, és már csak azért szeretném ezt felolvasni, hogy a kedves nézők vagy hallgatók egy képet alkossanak, vagy fogalmuk legyen arról, hogy hogyan is történtek ezek a látomások. Olvasom a Koraírások című könyvből, itt a magyar nyelven a 12. oldalról. Azt mondja, hogy mi alatt a családi oltárnál imádkoztunk, Isten szent lelke kiárat reám, és én elragadtattam messze a sötét világ fölé. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang szólt hozzám. Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb. Ismét arrafele tekintettem, és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várok a Szent Város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Nos, általában, vagy nagyon sokszor nyilvános összejöveteleken kapta ezeket a látomásokat. Ez úgy nyilvánult meg, hogy mozdulatlanná vált. Hogyha volt olyan alkalom, amikor például beszélt egy hallgatóság előtt gyülekezetben, és egy nagyon nagy Biblia a kezében volt. És úgy abban a test helyzetben maradt, olykor 2-3 óra hosszat is mozdulatlanul, ameddig ez a természet feletti jelenség kerítette a hatalmába. Több orvos is megvizsgálta látomás ideje alatt. Vannak orvosi feljegyzések, orvosi jelentések. Az egyik legkülönösebb dolog, hogy amikor látomásba ragadtatott el, amellett, hogy nem mozdult, emellett a lélegzete elállt. Nem lélegzett. És ez beletelhetett, mondom, órákba is, ameddig felébredt a látomásból. Miután felébredt a látomásból, általában egy nagy lélegzetvételt vett, majd utána egy perc szünet után megint, és akkor 2-3 ilyen mély lélegzetvétel után teljesen magához tért. Nem volt gyakori az a helyzet, amikor elmesélte azt, amit látott. Rögtön. Ő azt mondja az ő írásaiban, hogy ugyanolyan mértékben az Isten lelkétől függ akkor, amikor leírja a látomásait, mint amikor kapja őket. Mert sokszor részletek akkor jutnak eszébe, amikor elkezdi őket leegyezni. Nem tudott mindig mindenre emlékezni. De amikor elkezdett írni, magától jöttek vissza azok a dolgok, amelyeket látott az elméjébe.
Hogyha lehet, még két gondolatot olvasnék. Az egyik, a Jézus élete című könyv szerintem ennél, tehát a Bibliától eltekintve, nincs ennél melegebb, szívhez szólóbb olvasmány az egész világon, mint ez a könyv. Jézus élete című könyve. Ebből a könyvből szeretnék olvasni egy gondolatot, amikor arról beszél, hogy mit is jelentett az Isten fia számára az, hogy testet ölt és eljön ide közénk a bűnösök világába. Azt mondja, hogy a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, és még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeinek számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzátok, egek, ámulj, ó föld! Ez egy rendkívül mély gondolat, hogy amikor Jézus Krisztus lejött ide a földre, ő egy reális kockázatot vállal fel. És az a kockázat abban áll, hogy elbukik, és örökre elvész. Egy óriási kockázat. És amikor erről a kockázatról beszél, felkiált, hogy csodálkozatok, egek, és ámulj, ó föld! Milyen csodálatos az Istennek szeretete, és milyen kiaknázhatatlan az Isten bölcsessége. Még egyetlen gondolatot, egy másik könyvből, a Nagy Küzdelem című könyvből mondja a próféta nő, hogy ezt a könyvét kellene a leginkább terjeszteni. Mert ez a könyv leleplezésszerűen kell, hogy hasson a világra, amely, hogy is mondjam, kulcsfontosságú, vagy kulcsszerűen használható az emberi elme számára, hogy tisztán lássa a világot, amelyben él. És figyeljük meg, 1888-ban írja meg a Nagy Küzdelem című könyvet, és a következőt mondja: a sűrű szellemi sötétség kedvezőnek bizonyult a pápaság sikereihez. De azt is meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság épp oly kedvező sikerei eléréséhez. Egy nagyon érdekes dolog. A sötét középkora utal, amikor azt mondja, hogy amikor az emberek nem jutottak információhoz, akkor nagyon könnyű volt félrevezetni őket a babonáknak, a mindenféle hiedelmeknek a rabságában könnyű volt megvesztegetni embereket, félrevezetni embereket, és egyfajta az elme rabságában tartani őket. És azt mondja, a mai világunkról vélekedvén, és amit itt olvastam, az még nem volt annyira nyilvánvaló az ő idejében, de ma már teljesen nyilvánvaló, hogy be fog bizonyosodni, hogy meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság épp oly kedvező sikerei eléréséhez. Na most a pápaság arat. Mindenki pozitív megvilágításban látja. De ezt már ő, neki a Jóisten megmutatta 100 évvel ezelőtt. És ez szemünk előtt teljesedik. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal Ellen White személyéről beszélgethettünk együtt. Egy hét múlva tovább folytatjuk a beszélgetést, amikor profétai elhívását fogjuk jobban kielemezni, hogy miért is ismerjük fel az ő elhívásában azt, hogy a Jóistentől van, és a Jóisten küldötte. Isten áldjon meg téged, köszönöm még egyszer, hogy együtt voltunk. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. A mai beszélgetésben Pálffy Miklós lelkipásztorral, Ellen Good White életéről beszélgettünk el, az adventista úttörők egyikéről, aki egyben egy különleges elhívott volt, megbízott a Jóisten részéről profétai minőségben. Ezekkel a gondolatokkal fogunk foglalkozni pontosan egy hét múlva. Szeretettel várom akkor is önöket a viszontlátásra.